Ne keverjük össze a fiat. Kis teherautóval szállítják át a kárpátaljai Visknek szánt adományokat a Paksi Képtárba február 28-án a Kulturális Központ munkatársai segítőkkel, köztük Szántó Zoltánnal, Paks alpolgármesterével. A hétfői adománygyűjtést február 26-án Szabó Péter, Paks polgármestere sajtótájékoztatón jelentette be. Az önkormányzat már az elmúlt hétvégén felvette a kapcsolatot Visk alpolgármesterével, Valánka Renátával, hogy felmérje, mire van szükség a menekültek ellátása érdekében. Négy dolog, amire igazából szükség van: tartós élelmiszer, matrac, ágynemű, tisztálkodószerek. Ebben állapodtunk meg. Azt is nagyon fontosnak tartottuk, hogy nyilván ezt a határ túloldalára, azaz Viskre kell eljuttatni. Ugye ez az adott helyzetben ez elég bonyolult és körülményes, hogy ez valóban oda Viskre jusson el ez a szállítmány. A tervek szerint az Ökumenikus Segélyszervezet vagy a Máltai Szeretett Szolgálat közreműködik majd abban, hogy célzottan jussanak ki a segélyszállítmányok, fűzte hozzá a polgármester, aki az adománygyűjtésben a paksiak segítségét kérte. Hétfőtől a Csengei Dénes Kulturális Központba nyitvatartási időn belül, a Paksi Képtárba nyitvatartási időn belül, illetve a Paksi Polgármesteri Hivatalba nyitvatartási időn belül eljuttathatók ezek a adományok, és mi ezekről is gondoskodunk, hogy eljussanak Kárpátaljára, átjussanak a határon, ugyancsak egy segélyszervezet segítségével. Szabó Péter szombaton további bejelentéssel élt. Úgy döntött a városvezetés, hogy a polgármesteri, illetve az alpolgármesteri keret terhére 2,5 millió forinttal támogatjuk konkrétan Visk városát. Hétfőn, február 28-án már a kora délelőtti órákban számos adomány összegyűlt a polgármesteri hivatal kijelölt helyiségében. A gyűjtést koordináló munkatársak azt kérik: a nagyobb felajánlásokat, matracokat elsősorban a Kulturális Központba, illetve a Képtárba vigyék a segíteni szándékozók.